Sziasztok! A mai Stumblecast-ös epizódban el fogunk látogatni az űrbe, és ott fogunk egy kicsit kalandozni. Tartsatok velem! Én úgy gondolom, hogy ehhez föl kéne venni egy olyan skint, ami például egy ilyen astronautás, csak azért, hogy megadjuk a módját egy kicsit ennek a game módnak. És hát akkor nézzük is. Játszottam már vele rengeteget, igazából ez az astronauta set is már onnan van. Szerintem brutál jó kis game. Elején kicsit taktikázgatni kell, hát jó, mondjuk az első két gameben annyira nem, inkább az utolsó az, ami nagyon-nagyon taktikázós, de maga a pálya kialakítása, tényleg az egész koncepció nekem nagyon-nagyon tetszik. És a csácok, írjátok meg, hogy nektek igazából melyik a kedvenc játékmódotok. Ez engem nagyon-nagyon érdekel, mert azért már eléggé sok bent van itt a Stumble Guys, és nehéz lenne szerintem egyet kiemelni, de hát, hogyha ti ki tudtak. Nekem eddig talán ez, illetve a Laser Dash az, ami a kedvencem. Valamiért ezek engem nagyon megfogtak. Oké, megpróbálunk nem leesni. Most kicsit erősebb a mezőny, mert ilyenkor már réges-régen beszokott fejeződni amúgy a game, legalábbis az első kör. Jól legyalulták a felső szinteket amúgy. Célom az, hogy ma is nyerek egy game-et. Ugye az előző részben Pay to Win-nél váltam, aztán az első Special Skin-es győzelmemet is learattam. Úgyhogy remélhetőleg a mai videóban ezt tudjuk tetőzni, és akkor még több és több win tudunk szerezni. Azt nem értem, hogy igazából itt a menüben miért választja ki a játék újra és újra ezt a game módot. Tehát pontosan tudjuk, hogy háromszor ugyanaz fog jönni, semmi random dolog nincs benne, de mégis lemész az animáció és időhúzás, úgyhogy számomra ez picit fura, de mindegy. Ezek is nagyon jó időhúzók. Ezek a nem tudom hányszoros ugrások, szerintem kb. 10-szeres lehet. És amúgy azt nem bírom, hogy itt vannak olyan emberek, akik nem így végig ugrálnak ezeken a pedeken, hanem konkrétan így végig szaladnak rajta. És így bro, tehát hogy nyilván a másodperc tört része alatt elrontod a saját játékodat is, és semmi kihívás nincs benne, mert minden eltűnik hirtelen, és mindenki le fog esni. Tehát hogy ez így nem érdemes, tehát így végig szaladgálni mindegyiken. Nagyon-nagyon hamar elfogynak amúgy a pedek. Tehát hogy soknak tűnik, de egyébként nem sok. Ennyi játékosra főleg. És hát azért tényleg viszonylag egyszerű bejutni itt a végjátékba, főleg ha azt a taktikát követed, amit én, hogy csak így egyesével ugrálok a pedeken. Meg amúgy van olyan is, hogy amikor ugrok, és úgy gondolom, hogy vetődni is kell, és nem sikerül az a vetődés, na akkor brutál nehéz visszairányítani a karaktert. Tehát hogy nem az, hogy brutál nehéz, szerintem konkrétan lehetetlen. Tehát én most itt vetődnék egyet, és megpróbálnám irányba helyezni, 0% esélyt látnék arra, hogy ezt a játékot így túlélném. Úgyhogy a vetődésre itt brutál mód vigyázni kell. Meg azzal is, hogy kik vannak körülötted. Figyú, Denissa, beszéljük meg, jó? Mert miért vagy ott, ahol én? Jó, helyes, nagyon helyes, hogy leestél. Így is kell. Már egy ember kiesett, remélhetőleg mi leszünk az utolsók a talpon, ha a kedves kollega nem jönne ide. Négyen kiestek, mi a fene? Nagyon gyorsan fogynak a játékosok. Minél feljebb kell maradni, ez a cél. Ott a szélén is vannak amúgy ugyanilyen pedek, mint ez, de még soha nem mertem kiugrani, mert mi van akkor, hogyha az mondjuk csak ilyen bait, vagy dísz, vagy nem tudom, és akkor végül is meghalnék elég komolyan. Jó, itt most egy kicsit messzebbre kell ugrani, bízom benne, hogy sikerül. Ezt még el tudjuk kapni. Nice. Sajnos följebbi layerek már nincsenek, úgyhogy abból kell gazdálkodni, ami van. Öten ki is pusztultak. Elég jól haladunk, már csak kettő játékos van. Próbálom itt a széleket is legyalulni. Oké, az leesik. Egy ellenfelem van már csak. Bízom benne, hogy ő is el fogja rontani, és sikerül megnyerni ezt a gameszkót. Nagyon koncentrálok, nagyon-nagyon koncentrálok. Másrészt pedig bizakodok is. Aha, hát ezt elrontottam nagyon durván. GG. Pedig ezt szerintem meg lehetett volna. Na nem baj, nem adjuk fel, próbálkozunk még. Benne is vagyunk az első körben. Igazából itt tényleg csak így kb. Pihengetünk. Annyira sok feladat nincs, tehát az emberek brutál mód hullanak. És én amúgy nem is értem, hogy hogyan. Tehát, hogy aha, mondjuk lehet, hogy így kiszedik alulnak a talajt. Ott is lehullott egy srác. Oké, visszajöttünk elég magasra, bár itt. Jó, nem is kell többet agyalni, hogy hova menjünk. Hú, nagyon komoly skinek estek ki. De hát ugye a skin az nem ad skilleket, úgyhogy ezzel így nem kell számolni. Na, második kör. Próbáljuk magunkból ismét kihozni a legjobbat. Na, úgy látom, az egyszerből az éli. Tehát ő tudja, hogy hogy kell. Meg úgy látom, hogy itt még többen tudják, hogy hogy kell ezt játszani. Már is kiestek hárman. És szeretnék egyet puncholni. Nem tudom, hogy... Aha, ez így megvalósulhat-e. Még egy player kéne kiessen, és ahogy kimondtam, meg is történt. Ez eddig nem volt nehéz. És ott is a kedvenc skinem, Istenem. Körülvesznek a kedvenc skinjeim, amiket soha nem tudok megszerezni. No,
és akkor itt vagyunk a döntőben. Hát ismét csak reménykedni tudok, hogy mondjuk az előzőnél egy fokkal sikeresebbek leszünk, és nem utolsóként esünk ki. Ők ott ketten nagyon jól el vannak, csak ha ez így nem lesz jó, nem baj, esünk le egy picit. Ők ott nagyon tartják ezt a legesleg felső léjert. Majdnem sikerült leesnem teljesen, de elég jól visszahoztam magam azért. Azt kell mondjam, és még itt is ugrok egyet, hát följebb már nem nagyon vagyunk. Akkor még egyet ugrok időhúzónak. Oké, innen pedig csak nyugodtság, békességbe nyomjuk ezt az egészet. Nem sokan vannak az én területemen, annak azért lehet egy fokkal örülni. Jó, azt szerintem még meg kell legyen. Oké, kicsit elhamarkodott volt szerintem az ugrás. Néhány másodpercet talán még ki is lehetett volna belőle hozni, de most már igazából mindegy. Jó, és most kell leesnem. 4/6, jó, gyerünk, ennek meg kell lennie most már, nem hiszem el. Csak össze tudjuk hozni azt a victorit. Akkor ráugrok a másikra is. Amúgy a többihez képest ez brutál lassú, ez a folyamat. Hopp, ott egy punch, hopp. Sikerül vajon? Vajon sikerül kiejteni? Jó, sikerült kiejteni a punch-sal, let's go! Csak nehogy minket is úgy ejtsenek majd ki. Itt a kollega, esetleg, hogyha rá tudnék ugrani, nem sikerült. Nem baj, kicsit leesett, de én is most valószínűleg egy fokkal le fogok esni. Jó, oké, valahol el kellett ugrania, mert kiszedtem alóla az összes talajt. Még ide is ráugrunk. Az a baj, hogy még nagyon-nagyon sok pad van ahhoz képest, hogy ketten vagyunk. Úgyhogy itt még kb. Bármi lehet, de úgy érzem, hogy inkább az én vesztem lesz. Mert, ó, nem, várja, még ide rá tudtam ugrani. De innen már az nem biztos, hogy meg lesz. De, és még ez is, oké. És még... Ne! Pont kiszedte, tudta, hogy oda fogok ugrani. Ezt nem hiszem el, és megint én vagyok az utolsó előtti. Mindegy, nem adjuk fel. Tehát egy vint csak ki lehet ebből hozni. Pedig amúgy előbb nagyon-nagyon szépeket mentettem. Tehát, hogy így alig volt platformom, és mégis meg tudtam oldani. Itt mondjuk nem értem, hogy miért duplán ugrottam, de ezt csak így engedjük el. Oké, ez easy quali. Talán ennek sem kéne most sem problémát okoznia. Hát tényleg nem, tehát hogy nagyon-nagyon gyorsan kiesett 4 player. Jó, oké, ezzel is megvagyunk tényleg. Tehát az első kettő az pofon egyszerű ebből a játékból. És a harmadiknál durvul el úgy a dolog, hogy ez valami elképesztő. Mind időben egyébként, mind pedig nehézségben. Megpróbálkozunk az elején még csak tényleg ilyen nagyon-nagyon pályaszéli ugrálásokkal. Igen, például neked nem oda kellett volna ugrani, mert így egy kicsit necces a sztori, de nem baj. Majd valahogy visszamegyünk, mindjárt ott azzal a peddel, mert egy valaki ki is esett. Na, ilyen tendenciát várok a többiektől is, hogy essenek kifele. Nagyon-nagyon gyorsan, megpróbálok majd boxolni is egyet, hát hogyha sikerül. Aha, szerintem ez nagyon-nagyon nem jó hely, ahol most vagyok. Innen azért elég gyorsan el kéne tűnni. Oké, 4-en kiestek, ami nem rossz, amúgy ahhoz képest, hogy még mennyi pad van. Oké, ide is felugrottunk. Időhúzónak egyébként ezek tényleg nagyon-nagyon tökéletesek. Szerencsére amúgy messze vagyok a playerektől. Mára mennyire egyébként. Egyébként azon gondolkozom, hogy az egyik emotot, ezt a boxosat mondjuk, ezt a Garfieldosat, amit most kiütöttem, szóval ezt a boxos emotot át fogom rakni az egyes mouse buttonra, a bal klikre. És kíváncsian várom azt, hogy ez így hogy tud szuperálni. Jó, itt most nem szabad ugrani, mert ide ugrunk. Jó, 5-en meghaltak. Én nagyon bízom a győzelmemben. 2 player van. Innen már nem kéne elrontani, de hát ugye bármi lehet. Oké, és még egy player. Még egy valaki van valahol, aki nem tudom ki. Oké, meg vagyunk, let's go! Ott is van a győzelem. G to the G. Megnyertem a gémet. Hú, nehéz menet volt, de szerintem szerencsém is volt elég sok szituációban. Úgyhogy ott is van a victory, ez az. Szép volt. Úgyhogy srácok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, jelezzétek egy lájkkal, ne felejtsetek el feliratkozni, további Stumble Guys-os tartalmakért. Találkozunk legközelebb, lejtek jók, sziasztok!